2010 óta folyamatosan segíti az önkormányzatokat a kormány, hangzott el a péntek délutáni lakossági fórumon Máté Szalkán. A KDNP alelnöke kiemelte, több mint 1300 milliárd forintos adósságot vállaltak át a magyarországi települések önkormányzataitól, hogy azok életben maradhassanak és fejlődhessenek. Az olyan népesség megtartó intézkedések is ezt szolgálják, mint a családvédelmi akcióterv. Aki a települések lakosságát támogatja, az az önkormányzatot, a települést is támogatja. Nekünk nagyon fontos a kötődés, kötődés a családhoz, kötődés a szülőföldhöz, kötődés ahhoz a településhez, ahol lakunk. És ez a kötődés, amikor a családok jólétben élnek, akkor megerősödik. Erről van szó. Tehát a családokon keresztül az önkormányzatokat is támogatja a kormányzat. Máté Szalka is jelentős segítséget kapott az elmúlt években a kormánytól. A város soha nem látott fejlődésen megy keresztül, több mint 6,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett ide az elmúlt években, ez csak az elmúlt 2-3 évre értendő. Ha az összes állami beruházást nézzük, akkor több mint 12 milliárd forintnál tartunk. Ezek óriási összegek, de mindig el szoktam mondani, hogy nem erre vagyunk mi a legbüszkébbek, hanem arra, hogy ebben az időszakban micsoda közösség, micsoda összetartó közösség alakult ki Máté Szalkán. A Máté Szalkai körzet hátrányos helyzetűnek számít a régióban, itt nem csak egyszerű anyagi támogatásra volt szükség az elmúlt években. Ha a település operatív programból beszélünk, akkor nem csak fizikális, úgynevezett kő és beton elemeket lehet belőle építeni, hanem identitás erősítő programokat, kulturális rendezvényeket is lehet szervezni. Magyarul meg kell erősíteni a magyar érzést a magyar emberekbe, itt a magyar földön. De beszélhetek a magyar falu programról is, hiszen 5000 falati településeknél különböző infrastruktúrális és közösségerősítő programok is vannak. A fórumon az is elhangzott, ezek a fejlődések csak úgy folytatódhatnak, ha egy összetartó, azonos nemzeti értékeket képviselő pártcsalád áll a települések önkormányzatai mögött. Erről dönthetünk majd október 13-án, tette hozzá a KDNP alelnöke.